ez a kettőség, ami őt jellemezte azért élete végéig, vagy amióta egyáltalán berobbant a köztudatba, hogy Nemes Marcell a műgyűjtő. Mindenki tudta ezt, csak ő erről nem szívesen beszélt, ugye, hogy ő műtárgyakkal kereskedik is, sőt, hát valószínűleg nem kis mértékben ebből élt, de mondjuk ezt nem vette soha jó néven, hogyha ezt az orra alá dörgölték. Hatvani Ferenc, aki egyébként szintén nem csak kiváló festő volt, hanem igen jelentős műgyűjtő, a Nemes tudomására került, hogy ez, vagy érezte, hogy ez a 60 őt nem igazán kedveli. És őt ez zavarta, és akkor egyszer neki is szegezte a kérdést. Ferenc, ugye a 60 Ferenc, árulja már el nekem, miért nem kedvel maga engem? És akkor a 60 úgy reagált erre, ugye a 60, akinek az apja a 60 cukorgyár tulajdonosa, tehát egy dúsgazdag család sarja, és erre úgy reagált, kicsit epésen, hogy nézze, Nemes úr, ha az apám azt állítana magáról, hogy ő nem eladja, hanem gyűjti a cukrot, akkor őt se kedvelni. Nemes Marcell nevét talán nem mindenki ismeri. Azonban igazából Nemes Marcellnek a vásárlásai kitörölhetetlen lenyomatot hagytak a magyar kultúrán. Gondoljunk csak arra, hogy ha nincs Nemes Marcell, akkor elképzelhető, hogy Rákóczi Ferencnek, második Rákóczi Ferencnek az ikonikus nemzeti ereklyeként számon tartott portréja esetleg máig nincsen az ország határon belül, és maximum mondjuk az 500 forintoson nézegethetjük őt. Ugye az Elgréco vásárlásai is nagyon-nagyon híresek, de honnan bukkant föl egy ilyen műgyűjtő tulajdonképpen egyszer csak a 20. század elején? Tehát mit lehet tudni az ő család hátteréről, a korai éveiről, mivel foglalkozott, mielőtt korának az egyik legismertebb gyűjtője lett belőle? Amit tudni lehet, hogy ő egyébként János Halmán született, az akkor még, amikor ő született, Jankovácnak hívták Dél-Magyarországon, és a János Halmi zsidó kántornak volt az egyik gyereke, Klein Mózes néven látta meg a napvilágot, de már viszonylag fiatalon szerencsét próbált, és Hódmezővásárhelyen is élt, meg dolgozott pár évet fiatalon, de aztán feljött Pestre, és akkor ahogy egyes ilyen kortársainak a visszaemlékezéseibe ezt lehet olvasni vele kapcsolatban, tehát hogy elég kalandos volt a fiatal kora, és hát mondhatni, hogy mindent kipróbált, vagy minden próbálkozott, amiből pénzt lehetett csinálni, hogy állítólag volt kávéházi énekestől szerelmes levelek fogalmazóig, aztán idővel szénkereskedő, bányavállalkozó, tőzsdeügynök, stb. Stb. 1866-ban született, tehát és a 20. század első éveiben 1904-5 táján, amikor ilyen értelemben a teljes ismeretlenségből szinte berobban a köztudatba, mint Nemes Marcell, műgyűjtő, illetve műtárgyakkal foglalkozó személy. Egyébként akkor azt hiszem, mint bányavállalkozóként említik a nevét, hogy aki már évek óta szoros kapcsolatot ápol az országos képtárral, és hogy itthon és külföldön jelentős régi műalkotásokat szerez be, és azon szándéka van, hogy ne csak a saját örömére vásárolja ezeket, hanem majd idővel komoly és hézagpótló művekkel gyarapítsa állami gyűjteményeinket, amit mellesleg pár éven belül fényesen ez be is bizonyított, hogy itt nem csak ígérgetésekről volt szó. Neki egyfajta szabadiskolaként működött ez a japán kávéháznak a híres művészasztala. Viszonylag korán csapódott ehhez a híres asztaltársasághoz, és akkor ott kvázi első körből, vagy záros határ, vagy körülbelül a legszakavatottabb személyektől, legyen az a Szinyei vagy a Riprónai, kapta és magába szívta az infókat, hogy éppen most ki a legfontosabb, vagy menő művész itthon, vagy külföldön, kit érdemes vásárolni. Volt egy rendkívül kifinomult kvalitásérzéke, meg nagyon jó szeme, és ezen az ominózus 1910 végén itt a Szépműben bemutatott anyaggal robbant ő be igazán itt a hazai, meg a nemzetközi
köztudatba, mint híres műgyűjtő és grékó gyűjtő. Úgy jellemző, hogy a Paul Schubring többek között egy külföldi szerző, aki megemlékezett erről a kiállításról, például ír olyanokat, hogy itt van ez a grékónak többek között a nemes gyűjtemény darabjaként ez a Bűnbánó Magdorna című képe, és már csak ezért az egy kép miatt érdemes ide utazni Budapestre. Nemes Marcell neve elválaszthatatlan El Grecójétól, és valóban korának egyik legjelentősebb grékó gyűjtőjeként tartották számon. Az, hogy ő fedezte volna föl, ez kicsit talán így túlzás vagy pontatlan, de az tény, hogy nem kis szerepe volt az ő egyre gyarapodó grékó gyűjteményének a 1910 körül itt Németországban és Magyarországon is berobbanó grékó láznak. Ez a grékó fieber, grékó láz, tehát ez egy fogalommá vált. Egyébként, hogy aztán a nemesnek a grékói, a kortársak figyelmét mennyire magukra vonták, ez forrásokkal alátámasztható, hogy például a Le Corbusier, ugye a legendás, a modern építész, aki a 1911-ben a balkáni körutazása során Budapestet csak azért illesztette be a programjába, hogy itt megtekintesse a Nemes Marcellnek a grékóit. Pehje volt szegénynek egyébként, mert mire ideért Budapestre a Nemes Marcellnek a grékói pont a müncheni Alte Pinakothékban voltak kiállítva, de hát erről nem tehetett senki. Ugye itt van egy gyűjtő, aki gyakorlatilag sikeresen pár év leforgása alatt szinte be tud kapcsolódni a nemzetközi műkereskedelemnek a vérkeringésébe. Azért ugye egy hatalmas nagy tőkebefektetést jelent ez. Pontosan ez mit jelentett? Tehát Nemes Marcell miből finanszírozta egyáltalán ezeket a vásárlásokat? Egy darabig az ő próbálkozásai úgy látszik abszolút sikerre jártak, de egy nagyon merész üzletember volt, ez kiderült. Ugyanis ő egyrészt nagyba utazott, tehát nem aprózt el, tehát ha éppen itthon vásárolt, akár a Nemzeti Szalon egyes kiállításairól, vagy éppen külföldre utazott, legyen az éppen München, London, Párizs, vagy bármi egyéb helyszín, akkor ha kellő pénze volt, akkor mit tudom én, több tucat vagy 80-100 képet ért haza. Na most, hogy ő neki honnan volt erre pénze? Tehát a nagyszabású műtárgy beszerzéseit nem kis mértékben mindig is igen jelentős banki és vagy magánszemélyektől kapott hitelekből finanszírozta. Na most az egyik üzlettársa egyébként ez a Herzog Lipót Mór, aki maga is jeles műgyűjtő volt, kihasználva az ő igen komoly banki érdekeltségeit és kapcsolatait, nyilván ő, mint ajánló vagy fedezet, megfelelő személynek bizonyult ahhoz, hogy Nemes Marcell, hogyha valamilyen bankhoz fordult egy igen komoly összegű kölcsönér, akkor nem röhögték szembe, hanem rendelkezésére bocsátották az összeget. Na most egyébként, hogy ennek írásos dokumentált anyaga van, és itt a Szépművészeti Múzeum irattárában ezekkel kapcsolatban egy csomó akta vagy irat található, ez viszont annak köszönhető, hogy amikor Nemes Marcell éppen egy aktuálisan felvett jelentős összegű hitellel a zsebébe tette egy bevásárló körutat, akkor onnan hazatérve, most már kvázi, mint a saját műgyűjteményének a darabjait, annak egy válogatott részét letétbe helyezte zálogbetét és fedezetként a Szépművészeti Múzeumba, természetesen listaszerűen és pontosan tételszerűen felsorolva, és azért, hogy mint zálogfedezet, ennek fejébe egy másik banktól már egy újabb kölcsön tudjon felvenni. És az újabb kölcsönből tett egy újabb körültető, újabb bevásárlásokkal. Azt hallottam, hogy volt egy olyan pillanat Nemes Marcell életében, amikor a gyűjteményében egyszerre
egyidejűleg 22 vagy 23 darab El Greco képet őrzött. Nem tudom, hogy ez a szám ez mennyire felel meg a valóságnak, ugye ez egy fantasztikusan magas szám. Mi derül ki a dokumentumokból, amelyekre te rábukkantál, hogy hogyan alakult az El Greco képeknek a számaránya? 17 olyan Grécóról van tudomásom, ami rövidebb, hosszabb ideig bizonyíthatóan a Nemes Marcellé volt. Elvileg az őt ismerve semmi se kizárt, tehát én nem akarok semmit feltétlenül megcáfolni. A Szépművészeti Múzeumban ugye jelenleg 7 darab El Greco festmény van, ezek közül 6 keresztül utazott Nemes Marcellnek a gyűjteményén, azonban életében ő egyetlen egyet adományozott a Szépművészeti Múzeumnak 1921-ben. A kutatásaid ennek az adományozásnak a hátteréről is új információkkal gazdagították ugye a magyar művészet történetet. Esetleg el tudod mondani, hogy mit derült ki a dokumentumokból? Ez egy valóban egy érdekes sztori egyébként. Ugyanis csupán a Nemes Marcell korábbi tevékenységét és nagyvonalú adományait, ha figyelembe vesszük, akkor simán belefért volna a pakliba, vagy akár azt úgy is szemlélhette volna az ember, hogy hát 1921-ben ajándékozza a Bűnbánó Magdalát, ezzel betetőzte mondjuk, vagy megkoronázta addig adományainak a sorát, bár ezt még ő tudta fokozni, ugye pár évvel később a Rákóczi portréval. Tehát elvileg nem kéne további kutakodás a dolog háttereivel kapcsolatban, sőt, hogyha a Nemes Marcellnek a saját maga által írt adományozó levelét fellapozza az emberbe, ami megtalálható itt a Szépmű adattárába, akkor mindezt megerősíteni látszik, az az első levél, ami erre utal, amivel a Nemes abban a levelében azzal indokolja ezt az adományát, hogy bár ő akkor már úgy mellesleg Münchenbe élt, hogy a hazája iránt érzett szeretet, és nem utolsó sorban ugye a Petrovics, a múzeum főigazgatója iránt érzett baráti gesztus, és hogy mennyire örül neki, hogy most ez a Petrovics nevéhez is kötődik ez az adományozás. Ez alapján, amit te itt most elmondtál nekünk, igazából abszolút érthető az a Nemes Marcell kapcsolatban szinte állandóan alkalmazott jelző, hogy egy nagyon ellentmondásos figura volt. Tehát igazából ez a sok-sokféle aspektusa az ő életének, a személyiségének, ezek az ellentmondásos vonásai, azt hiszem, hogy tényleg megzavarják a hallgatóságot. Te, aki láttad ezeket az irattári dokumentumokat, te, aki ellátogattál életének a helyszíneire, benned milyen kép ülepetetlen Nemes Marcellel kapcsolatban végül. Tehát egy sikeres gyűjtői karrier az, ami leginkább őt jellemzi, vagy inkább egy rejtőjenői figura volt? Egyszerűen kénytelenek vagyunk elismerni az ő vitathatatlan érdemeit olyan szempontból, hogy milyen igazán jelentős és olykor tényleg hézakpótló műalkotásokkal gyarapította a Szépművészeti Múzeum, és egyébként nem csak a Szépművészeti Múzeum anyagát, hanem többek között az Iparművészeti Múzeumnak és más gyűjteményeknek is adományozott. Érdemes itt talán, hogy kicsit még színezzük ezt a történetet, és ennek egy példánya bizonyítékén még meg is található itt az a Szépművészeti irattárában egy belép, 10 000 koronás belépőjegy. Abból a célból, hogy miután ő hazahozta ezt az emblematikus portrét, akkor az hosszabb ideig külön belépti díj ellenébe volt megtekintető a nagy közönség számára. De nem azért, hogy ezt majd a Nemes Marcell zsebre tegye, erre egyrészt valószínűleg nem volt szüksége, nem, hanem ez is az ő ötlete vagy javaslata volt, hogy az így befolyt, a belépti díjakból befolyt összeget, ami egyébként a végén valami 5 millió, nem tudom mennyire jött ki, utaljuk majd át, és ez meg is történt, a képzőművészeti főiskola szegény sorsú hallgatóinak a támogatására. Tehát, hogy még ilyesmire is gondolt. Nemes Marcellnek élete során nem született gyermeke, tehát ő örökös nélkül halt meg. Halála után nagyon sokan voltak kíváncsiak az ő végrendeletére, hiszen a hatalmas műgyűjteményből nagyon sokan szerettek volna megkapni különböző műveket. Hogy alakult a gyűjtemény sorsa halála után?
Ez a remény itt a Magyar Állam vagy a Szépművészeti Múzeum egyes dolgozói részéről egyébként korántsem volt alaptalan, hiszen már a Nemesmarcell életébe tett ilyen kijelentéseket, hogy pont az említett okok miatt, tehát hogy örökös nélkül hal meg, tehát hogy a szándékai szerint halála után majd egész gyűjteményét, vagy annak egy jelentős részét szándékai szerint a Magyar Államra szeretné adni. A sors viszont máshogy alakult, ugyanis pár nappal a Nemes halála után találták meg müncheni lakásában a végrendeletét, amiből fehéren-feketén kiderült, hogy nem csupán a sok millió értékű műgyűjtemény, meg a palazzók és a kastélyok és a többi egyéb ingó és ingatlan vagyon volt a háta mögött, hanem sajnálatos módon több millió márkás és kiegyenlítetlen tartozásai voltak különféle német bankok felé és magánszemélyek felé, úgyhogy nyilván ő maga is érezhette, hogy itt nagyon súlyos a helyzet, és ő maga rendelkezett úgy a végrendeletében, hogy halála esetén minden ingó és ingatlan vagyonát bocsássák árverésre, és az így befolyt összegből kell kifizetni, vagy kártalanítani a hitelezőket. Műgyűjtemény részben itt Budapesten, az ENSZ Múzeumban a magyar anyaga, a külföldi meg régi anyaga pedig Münchenbe, először 1931-ben, aztán 33-ban ismételten árverésre került. Még a legnagyobb, vagy az első számú hitelezőt, a Dresdner Bankot sem sikerült végül is soha teljességében kártalanítani. Gyakorlatilag ami jelenleg Magyarországon az egykori nemes gyűjteményből még megmaradt és hozzáférhető, azok a műtárgyak jó részt, amit a Nemes Marcell még élete során, vagy éppen a hagyatékából a gyűjteménybe került. Nemes Marcellről tényleg csak a legek szintjén lehet beszélni, az számomra elég nyilvánvalóvá vált, de most az elmúlt évek ilyen a magyar műgyűjtés történetét feldolgozó publikációira utalva csak, vagy akár egész konkrétan a Molnos Péter bizonyos ismert publikációira, aki szintén elég behatóan és alaposan foglalkozott Nemes Marcell személyével. Tehát azt hiszem, hogy most már azért Nemes elfoglalta tényleg azt a méltó helyet, ami őt megilleti a magyar polgári műgyűjtés történetében.